Szeretettel köszöntjük a véleményes kinyilatkoztatás első stúdiós alkalmának nézőit, bármelyik fórumon fogjátok hallgatni, nézni, egyszerűen csak élvezzétek, dőljetek hátra, bármikor leállíthatjátok, passzolhatjátok. Nagyon hálásan köszönöm Barta István, evangélikus lelkész Balassa gyarmatról, Pisti, elfogadtad azt a kihívást, hogy kezdjünk el egy beszélgető műsort készíteni, és hálásan köszönöm Nógrádi Ádám, Kegyelem Evangélium hirdetőnek, aki most itt a háttérben egy csodálatos technikai körülményt biztosít azért, hogy jól hallatszódjunk, jól látszódjunk, úgyhogy légy áldott Ádám. Pisti, miért tetszett neked ez a podcast címünk, hogy véleményes kinyilatkoztatás? Már emlékszek rá, amikor mondtam neked, akkor így mintha viccesnek is tartottad volna, de úgy volt benne számodra egy kis fifika, hogy volt ez, miért? Igen, mit akarunk ezzel? Igen, mert rögtön eszembe jutott, hogy ezt a két fogalmat meg lehet fordítani, és akkor a kinyilatkoztatásos vélemény, az olyan nagyon sok van. Tehát most például gondolok, hogy ilyen életvezetési jó tanácsok, meg morális szentenciák, ezek egy Dunát lehet rekeszteni ezekkel, és hát rengeteg ilyen van. Még ebben a nyári kánikulában is biztosan valaki veszi a fáradtságot arra, hogy így megfogalmazzon ilyen nagyon fontos tudnivalókat. És tehát ilyen kinyilatkoztatások, amik tulajdonképpen igazából csak vélemények. De az hogyha egy ember bevállalja azt, hogy hát amit én mondok, az csak vélemény, de ugyanakkor meg van egy kinyilatkoztatás, tehát az Istennek is van azért valami mondandója felénk, és hát mondjuk azt keressük, illetve hát, hogy valahogy ez már ugye rezonál bennünk. Uh-huh. És hát ezt próbáljuk megfogalmazni, de hogy ez nem ilyen jó tanácsok, meg ilyen nagy bölcsességek formájában, hanem inkább ilyen meghökkentő, amikor az ember megáll, hogy most miért kaptam ezt az ajándékot, vagy ilyesmi. Tehát, hogy inkább ez... Tehát, hogy valami olyan információhoz jutni, ami egyszerűen kijelent nekem valamit, és nem pedig jó tanácsot ad, uh-huh. mit csináljak. Mert mondjuk az, hogyha valaki például szeretne fával dolgozni, uh-huh. hát ahhoz azért vannak szakmai fogások, ezeket meg kell tanulni, uh-huh. kell gyakorlat, stb. És amikor én elkezdtem, 18-as korra megvettem az első gitárt, abból, amit kaptam érettségire, pénzt különböző rokonoktól, meg keresztszülőktől, meg családtagoktól, meg tudtam menni az első elektromos lapgitáromat, Muzima csehszlovák gitárt 3400 forintért, és akkor... Ez melyik év volt? 1981. Akkor voltam mínusz 2 éves. Ja, igen. Na hát akkor még, még valami régi neve volt, vagy illetve új neve volt, most már megint Károly körút. Ott volt egy nagy hangszerbolt. És oda betértem, és akkor ott megláttam ezt a gyönyörű szép fekete Muzima elektromos gitárt, és akkor ezt megvásároltam, és hát otthon én igazából nem csináltam mást, mint hogy ezt a gitárt nyúztam. Uh-huh. Nem csináltam más, mint ezt a gitárt nyúztam, mert egyszerűen ehhez volt kedvem. Jó, nem mentem a gitártanárhoz, tehát ezért aztán biztos, hogy frászt is kapnám most meglátni, hogy milyen mozdulatokkal próbálom lefogni az akkordokat. Uh-huh. De hogy én akkor, senkit nem kellett az asztal körül, hogy én ezzel foglalkozzak. De most, hogy valaki ugyanígy mondjuk szeret fával foglalkozni, és valami szép fa bútorokat, vagy nem tudom, készíteni, akkor annak meg megvannak a szakmai forté. De az életünk tekintetében ott meg ilyen nincsen. Ott nem erről van szó, hogy megtanulok egy szakmát, kitanulok egy szakmát, uh-huh. vagy megtanulok szépen hegedülni, vagy mit tudom én, vagy sportban olyan eredményt érek el, hogy mindenki álmélkodik és gyönyörködik rajta, vagy lehetne sorolni, muzsika, művészet, bármilyen ága, vagy tudomány, technika, amikor látunk hidakat, meg felhőkarcolókat, meg vonatot, ami 400-al megy, meg nem tudom. Ezeket mind, ezeket tanulni, ebben nem jó tanácsok, hanem ott nagyon konkrét
szigorú szabályok vannak, amiket be kell tartani, és amiket ha valaki jól tud, akkor tud csinálni majd ilyet. Na most az életednél valami, szóval másképp működik, én úgy tapasztaltam. Tehát amikor az életet lehozzuk erre a szintre, mint ha vonatot terveznénk, vagy űrhajót, vagy gitározni akarnánk, vagy mit tudom én, az valószínű, hogy nem egészen. Tehát itt egyszerűen tényeket ismerünk fel, hogy dolgok el vannak intézve. És valahogy ebből mit tudom én, csomagolódunk ki, mint valami egy csomó papírban, mint amikor vannak ezek a vicces dolgok, hogy rengeteg doboz, és akkor még papírba becsomagol valami, és akkor a közepén valami kis vicces üzenet. Tehát másfél óra még kibontja az illető. De hogy valahogy így bontódunk ki ebből a furcsa dologból. Hogy és belül az üzenet már készen ott van. És készen van. Csak annyi, hogy mi itt ezt végig csináljuk, ezt a dolgot így időben végig játszunk, és hogy adhatunk egymásnak itt okos tanácsokat, hogy hogyan, meg mint, amilyen, mit ne igyál, mennyit, miből, hogyan lehet csinálni mindent, mert mindennek az ellenkezőjét is megcsinálnak, és az emberek sokféleképpen le lehet élni egy életet, és valahogy mégis itt a dolgok, nem tudom, készen vannak. De most úgy néztem, hogy én is valamit okoskodni akartam valahogy, hogy jobb, hogyha inkább olvasol egy verset magadtól. Jobban járunk mindannyian. Jó van. Nem az elejére terveztem, de most ahogy így figyeltem a mondataidat, az egyik mondatod bejutott nekem azt, hogy ahhoz épp passzolna egy versem, úgyhogy ahogy feldobtad a labdát, le is csapom. Hát akkor legyen ez a versem, egyfajta nyitó gondolatként. Az öreg nén is? Az öreg nén is, ezt tetszett neked? Azt hittem, hogy az lesz, de... Ugye négyet küldtem el neked tegnap, nem arra gondoltam most. Aha, na, de szeretnéd majd azt is? Valamikor? Persze, azt mindenképpen szeretném. Oké, jó. Na, vége. A vége nagyon szép lett. Mindennek a vége nagyon szép lesz. Mert ott ért minden véget, hol kifolyt a bárány vére. Mindennek végre vége, mert ő mindent elvégzett. Elvégezte a te részed, még ha most nem is érted, és tévesen szükségét érzed, hogy bebizonyítsd az égnek, méltó lehetsz a kegyelmére. Már ne kérdezd, tényleg vége? Valóban eljött a vége? Mert mindennek, de mindennek vége, ami véget érhet. Ott véget ért az idő, a halál, a bűntudat, a vádlás, az önmarcangolás és a sátáni kacagás. Ami megmaradt, az, aki ő benne vagy, már nem ér véget. Mert bele vagy vésve az isteni szív közepébe. Ezért nincs vége, sosem lesz vége a mennyei nevetésnek. Megérted végre? Ha nem is érted, neves, kérlek. Akkor majd megérted, amikor a zsigereidben végleg megérzed, hogy a vége szép lett. Nagyon szép lett. Hát akkor itt most be is fejezhetnénk a mai beszélgetést. Köszönjük a nézőknek, barátainknak, hogy ide szánták ezt a 5-6 percet. De nem fejezzük be, mert van még kedvünk beszélgetni. A sorozatnak, vagy ennek a véleményes kinyilatkoztatás címnek bennem egy olyan hasonlata képződött meg, hogy régen a fociban volt olyan, hogy egy szituáció véleményes, ezt szokták mondani, hogy na most lehet ott így is ítélni, úgy is ítélni, lehet, hogy belül volt a 16-oson, kívül volt, ha kívül szabadrugás, ha belül 14-es, a szabálytalanság esetén. És most, hogy eljött a VAR, tehát a kamerázás, gólvonal technológia, visszajátszás,
ugye külön a bírót segítő stáb, most már szinte centiméterre pontosan mérik le, hogy lesan volt a játékos, belógott a keze. Szóval kicsit úgy tűnik, hogy a legnépszerűbb sportban, mintha véget érne ez a véleményes helyzet, magítélés, hanem most már ott van a VAR-szoba, ami a kinyilatkoztatást képviseli, hogy a nézők ott vannak a stadionban, a játékosok a bíróval együtt áhítattal várják, hogy mit súg a VAR a bíró fülébe, hogy akkor most mi legyen. Nyilván vannak olyan szituációk, amikor maga a bíró is kimegy, újra megnézi, és ő dönt, de hogy az egésznek teremtődött, azt hiszem, egy olyan hangulata, hogy itt biztosra kell menni. És ez is kicsit egyfajta ilyen öncsalás, egy ilyen modern trükkje a világnak, mert akármennyire kamerázzák körbe a foci meccsot, a labdába rakhatnak valami érzékelőt, a játékosokra rakhatnak hőkamerát, testkamerát. A nézők körében mégis lesz egy érzet, hogy elvettek tőlünk egy gólt, vagy nem adtak meg nekünk egy gólt. Tehát ez számtalanszor visszajön ez a jelenség, főleg most, hogy ugye volt az Európa-bajnokság. Úgyhogy a mai alkalomnak a véleményes kinyilatkoztatás sorozatunkban én azt a címet adtam, hogy elveszíthetetlen alap. Kicsit talán úgy fognak kinézni az alkalmaink, most így a nézők, hallgatók felé szólok, hogy egyik alkalommal te készülsz, másik alkalommal én, és te hozol valami süteményt, azt én szagolgatom, másik alkalommal fordítva. Hát most én hoztam egy süteményt, és ennek a süteménynek ez a címe, hogy elveszíthetetlen alap. Ugyanis én azt tapasztaltam a gyülekezetekben, legyen ez tradicionális vagy modern új gyülekezet, hogy a tanítások, most igehirdetés, prédikáció, vagy kisközösségben elhangzó szentenciák, tehát valahogy a karasztény gyülekezetek tanításainak a nagy része azt az attitűdöt képviseli, hogy azt mondják a hívőknek, az odajáróknak, hogy mire kell figyelni, mire kell vigyázni, mit kell betartani, ahhoz, hogy mi ehhez a gyülekezethez tartozónak vallhassuk magunkat, és hogy persze majd a végén a mennyországba jussunk. Tehát, hogy a fókusz azon van, amit te ott a harmadik sorban csinálnod kell, most itt az istentiszteleten, állj föl, ülj le, tárd ki a kezed, vald meg, mondd ki, gyere előre, menj el gyónni. Tehát persze tradíciónként és hagyományonként különböző a csinálásra való felszólítás módja, de hogy egy ilyen csinálásra való felszólítás van az attitűd szintjén is, még hogyha esetleg a szavak szintjén nem mindig ez van, de hogy azt érzi az ember a gyülekezetekben alapvetően, hogy itt elvárnak tőlem valamit. Egy keresztény morál szerinti viselkedést, ha innen kimagyok, akkor egy hétig házi feladatot kaptam, jól kell élnem, jót kell tannam. És még erről az egészről beszélnem is kéne a világnak, tehát van egyfajta missziós küldetés is, hogy legyünk többen, mert ma se voltunk elegen. Tehát egyfajta ilyen csinálás központú az egész, és ugye az, amit én csinálhatok, azt csinálhatom jól, rosszul, de ez az egész abba a körbe illeszkedik, ami az életünknek azok a territóriumai, amik elveszíthetők. Tehát, hogy most tényleg akkor soroljuk fel, hogy mi az, ami elveszíthető. Kapásból, hát neked már látom elveszíthető a hajad, de szerintem az enyém is elveszíthető, nem csak azért, mert a fodrász levághatja,
kedves feleségem Betty múlt héten vágta le ilyen jó kicsire, és nagyon örültem neki, nyári frizura. Szóval elveszíthető a testi állapotunk, az egészségünk. De még a személyiségünk is durván torzulhat. Nem csak amiatt, hogy milyen társaságba kerülünk, és akkor rossz társaság megrontja a jó erkölcsöt, hanem fejedre esik egy tégla, és egy olyan agyi károsodás jön ki belőle, hogy a következő 15 évedet valami más személyiség szerint fogod tengetni növényként egy osztályon valahol, valamelyik intézményben. De ha nem ott, akkor otthon. Gyógyszer is püsiszak? Így van. Szóval, hogy a személyiséged is változhat. Nyilván, ami a legdrámaibb, hogy az emberi kapcsolataink. Tehát történhet haláleset szeretteink körében, válás, elhidegülés, barátságok megszakadása. Tehát, hogy soroljuk végig, mi az, ami elveszíthető, nem beszélve az anyagi javakról, tehát majdnem azt mondhatnánk, hogy minden elveszíthető. De ha tényleg szó szerint, abszolút értelemben, filozófiailag, ugye te filozófus vagy, Debrecenben filozófiát végeztél, tehát hivatalosan ez a sapka is rajtad van, hogy filozófus vagy, meg teológus is, ugye én is végzett római katolikus teológus vagyok, diplomám szerint. Tehát hogyha minden elveszíthető lenne, most egy filozófiai gondolatmenet, akkor nem tudnánk arról se, hogy minden elveszíthető. Ugye, ha minden kék lenne, akkor nem tudnánk arról, hogy minden kék, mert annyira alapvető lenne az, hogy objektíve, abszolút módon minden kék. Tehát nem lehet minden elveszíthető. Nem, a szemed, a pólód és a nadrágod valami olyan harmóniát alkot, ezt most csak, bocsánat, közben, de remélem nem akasztottam meg. Nem akasztottál meg. Na, de ha már ezt így bedobtad, akkor elveszíthetőek a gondolataink, a gondolatmenetünk, meghűlhetünk, a demencia szétrombolhatja az önképünket. Tehát ha ezt végig soroljuk, hogy mi az, ami elveszíthető, akkor egyrészt eléggé kényelmetlenül kezdjük érezni magunkat. Másrészt viszont, ha reflektálunk erre a jelenségre, hogy tudunk beszélni arról, hogy mi minden elveszíthető, akkor hirtelen egy fény fölvillanhat bennünk, hogy de akkor kell valami elveszíthetetlennek lennie. Tehát egy elveszíthetetlen alapnak, amin mozog az elveszíthető. Uh-huh. Tehát ha nincs elveszíthetetlen alap, ha objektíve nem létezik elveszíthetetlen alap, hanem minden elveszíthető, akkor az elménk nem tudna rácsodálkozni egy ilyen belső-külső nézőpontból az elveszíthetőre. Akkor totálisan állatok lennénk. Igen, mert az, hogyha minden elveszíthető, akkor ez a kifejezés, hogy elveszíthető, ez nem is értelmezhető, mert az elveszíthető az csak egy viszonyban értelmezhető az elveszíthetetlenhez képest. Így, erre gondoltál? Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy minden jobban megfogalmaztad, mint amire gondoltam. Akkor gyakorlatilag értelmetlen azt mondani, hogy elveszíthető, mert hát gyakorlatilag semmi. Mihez képest? Igen. Jó. Tehát filozófiailag is áll az a logika, hogy kell lennie elveszíthetetlennek. Az elveszíthetetlent kicsit más szavakkal, na most ez durva volt, elveszíthető az illem. Szóval az elveszíthetetlen alap kifejezést egy más szóval, két másik szóval úgy fogalmaznám meg, vagy két másik kifejezéssel. Az egyik az, hogy objektív evidencia. A másik pedig, ami már egy színezetet kap, hogy szétrobbanthatatlan öröm. Így benned ez a három kifejezés, hogy elveszíthetetlen alap, objektív evidencia, szétrobbanthatatlan öröm. Ez benned mit vált ki, hogy ezt hallod? Mert az, hogy mi minden elveszíthető, az
gondolom, hogy benned is szorongást vált ki valamilyen szinten, hogy elveszíthetőek az emberi kapcsolatok, az egészség, visszagondolsz a múltadra, hogyan sérültek emberi kapcsolataid, vagy esetleg most is sérültek még emberi kapcsolataid, vagy teljesen elvesztek, úgy érzed, hogy visszafordíthatatlanul elvesztek emberi kapcsolatok. Tehát ez egy közös érzés az emberekben, hogy ez szorongást vált ki. De mit vált ki benned, ha ezt hallod, hogy elveszíthetetlen alap, objektív evidencia, szétrobbanthatatlan öröm? Hát nyilván ez valamiféle biztonság érzetet, vagy egy valamiféle ilyen belső vigasztalást. Tehát biztonság, vigasztalás, hogyha mondjuk... Ezt váltja ki benned? Vagy ezt most egy kicsit csak észből mondod, hogy ez kéne, hogy kiváltsa? Nem, ezt komolyan mondom. Tehát ezt azért mondom, mert amiket most mondtál, ezek olyan fogalmak, amik engem foglalkoztattak már fiatalkorom óta. Tehát nem is pontosan ezekkel a szavakkal, vagy nem pont ilyen kontextusban, meg ilyen szófordulatokkal, de engem ez foglalkoztatott. Tehát az állandónak, az öröknek a keresése, vagy a sejtése, a reménye. Mert azt tapasztaltam, hogy végül is létezni baromi jó dolog. Tehát alapvetően egy olyan öröm, tehát egyáltalán maga az öröm, mint dolog. Tehát hogy a lét öröm, az élet öröm. Hogy mit tudom én, amikor ilyen 14-15 éves korom körül kezdtem úgy rácsodálkozni a világra, én tudatosan is. Nem ugye kicsi gyerekkoromtól fogva szerettem, tehát mindig olyannak láttak engem, hogy aki úgy bogarászik, ott így el van itt magával, ott nézegeti a hangyákat, meg nem tudom. És ez olyan 14-15 éves korom körül így tudatossá vált bennem ez, hogy amikor úgy megnéztem egy falevelet, vagy mondjuk felmentem egy dombra, és akkor onnan lenéztem, és ha láttam a házakat, meg a fákat, meg a felhőket, és akkor így órákig el tudtam bambulni, vagy este a csillagos eget. Tehát, és ezben gyönyört váltott ki belőlem örömet, és akkor azt éreztem, hogy létezni baromi jó dolog. Tehát ez valami nagyon jól ki van találva. És az, hogy én képes vagyok ezt így fölismerni magamban, meg ezt élvezni, és ezen gondolkozni, meg önmagamra reflektálni, hogy akkor ki vagyok én, meg hogy keveredtem ebbe az egészbe. Ez valami gyönyörű dolog. És akkor ugyanakkor ugye ott volt az a szörnyű kontraszt, hogy ugyanakkor tudok arról, hogy van elmúlás, tudok arról, hogy ha nem patkolok el fiatalon, akkor meg fogok öregedni. Például a hajamtól kezdve csomó mindenemet elfogadom. Nem sérzettél meg, hogy erre reflektáltam? Dehogy nem, de hát végülis ez arra való, érted? Hát szóval, hát az ember megsértődik. Hát úgy olyan mérhetetlen belső feszültség és düh van most bennem, hogy majd szét robbanok. Ezt meg sem tudom fogalmazni igazából, ki sem tudom fejezni. Tetszik az önironiád. Hát ez nem, ezt, na szóval, vagy, na tehát, hogy szóval, hogy ott volt az ez a felismerés, tehát ugye egy olyan családban nőttem föl, ahol ott volt a több generáció, tehát nagyszüleim, nővéreim, tehát pont így megvoltak ezek a sávok, a szüleim, tehát voltak idős emberek, felnőttek, fiatal felnőttek, vagy hát mert azért 9-10-11 évkor különbség a nővéreimet, az pont elég volt ahhoz, hogy ők már a nagylányok, én meg a kisgyerek. Tehát, hogy így láttam minden szintet, és... Nekem is pont 10 éve idősebb a bátyám. Na, és akkor ugye látod ezt, hogy hát akkor ha minden jól megy, akkor én is majd előbb-utóbb eljutok oda, hogy leszek 17, meg 18, meg 20, meg 40, meg 50, meg 60 éves, ha megélem, és akkor az valószínűleg azzal fog járni, hogy majd akkor egy idő után olyan leszek, mint a nagypapa. Ha megélem. És akkor... Összelogikáztad magadban. Ez nem volt nehéz, hát azért ugye ez úgy összejött, és úgy, amikor először arra gondoltam, hogy úristen, egyszer valamikor az én szüleimet majd meg fognak halni, és én meg még élek, az meg hogy? Hát ilyen nincsen. Hát, hogy jövök én ahhoz, hogy tehát én nem vagyok nélkülük, tehát az én életem az szorosan kapcsolódik hozzájuk. Szóval tehát ez is például is. Hát ezért aztán ezzel én foglalkoztam, ezen gondolkoztam nagyon sokat ezeken. Tehát, hogy amikor kérdezted, hogy akkor mit vált ki, és akkor is ez volt bennem, hogy egyszerűen számomra nagyon evidensnek tűnt. Tehát ez az objektív evidencia, így mondtad? Igen. Hát ez egyszerűen tényleg tárgyszerű és magától értetődő volt számomra, hogy kell legyen, ami változatlan. És hogy valami közöm nekem kell ehhez, hogy legyen, mert különben én erről nem tudnék gondolkodni.
itt megszólal bennem a teológus, hogy, hogy az elveszíthetetlent és az elveszíthetőt össze kell, hogy kösse valami. Mert ha nem lenne a kettő valahogy összefonódva, akkor teljesen két külön világ lenne. Egy magismerhetetlen túlvilág, ahol lakik valami valaki, valószínűleg ő irányít, és bábuként mozgat. Ha viszont össze van fonódva, akkor ennek az összefonódásnak ez a neve, hogy kinyilatkoztatás. Tehát az elveszíthetetlenből az elveszíthetőbe jönnek jelek, jelzések. Tehát akkor, amikor te összeraktad magadban, hogy azoknak a sorsára jutsz, akiket kikísértek a temetőbe, és amíg oda nem jutsz, addig azok jutnak azok sorsára, akiket szeretsz, és ahogy ezt így összelogikáztad magadban, már ez is egy belső jelzése volt az elveszíthetetlennek. Tehát egy kinyilatkoztatás volt. Képzeld el, hogy amikor még ovis hittant tartottam, egyik alkalommal úgy kezdtem az ovis hittant, hogy hát gondoltam, hogy felteszem ezt a nagyon nagy kérdést, ilyen 4-5 éves kis ovisoknak, tehát ugye 3-6 évesig, hogy mondjatok egy igazságot. És úgy nézett ki az ovis hittan, hogy így körbeültek a földön, és magadtük pedig a székakon egy 2-3 ovónő, meg dadus, és ez Szekszárdon történt, az ottani római katolikus óvodában. Azt hiszem, egy évig jártam be. És megkérdeztem tőlük, hogy na, tudtok-e mondani az életből egy igazságot? Mondjatok egy igazságot. És képzeld el, hogy ahogy kimondtam ezt a kérdést, azt hiszem, hogy 3-an egyszerre mondták, mintha belöttek volna tanítva, pedig nem voltak, kórusba mondták. Meg fogunk halni. És így, hát így azonnal így leblokkoltam, mert előzőleg nem gondoltam át, hogy vajon mit fognak mondani, arra nekem mit kéne reagálni. Körbenéztem az óvónénikre, hát ők is ugyanúgy néztek rám, hogy most mi van. Már nem tudom, hogy aztán hogy folytatódott a beszélgetés, maga után a játék, éneklés, stb. De ez úgy magmarad bennem nagyon erősen az a jelenet, hogy 4-5 éves kisgyerekek 3-an egyszerre bekiabálták, hogy meg fogunk halni. Tehát ez is egy objektív igazság, hogy az ember fölismeri a határt, de ugye akkor itt jön a teológia üzenete, hogy kell, hogy legyen kinyilatkoztatás. Egyszer beszélgettem egy Krisna tudatú lelkésszel, Lilasukának hívják. Nem is egyszer beszélgettem vele sokszor, és amikor végigbeszéltük nagyon, nagyon részletesen a Krisna tudatú vallásnak a teológiáját, és kiukadtunk arra a pontra, hogy na akkor végül is miért vegetáriánusok, és a legvége, amikor, mert eleinte csak így magyarázta, hogy így jó, úgy jó, ilyen haszna van, olyan haszna van, bűnök, reinkarnáció, stb. Magyarázta, és addig faggattam, amíg a végén ki nem mondta, hogy mert Krisna mondta. És tulajdonképpen ez a természete a magismerésnek, hogyha itt most bárkit leszólítasz az utcán, akkor megkérdezel tőle valamit, azt hiszi elsőre, hogy azt ő mondja a választ, de hogy igazából ő valakitől idéz. Valaki mondta neki, tévében hallotta, a szomszéd mondta, nagyanyja mondta, és nagyon kevés az olyan gondolat, amire szó szerint azt mondhatnánk, magvizsgálva, hogy ezt még soha senki nem mondta. Ugye Albert Einsteinnek kell lenni, hogy
hogy annyira új dolgot tudjál mondani, hogy a komplett tudományos világ, nem beszélve a laikusokról, mindenki tártsa a száját, és azt mondja, hogy na, ezt még, ilyet még soha senki nem mondott. Szóval itt jön be a teológia, hogy kell, hogy legyen kinyilatkoztatás. Tehát az elveszíthetetlenből át kell, hogy nyúljon az elveszíthetőbe egy kéz, egy üzenet, egy jelzés. És nyilván itt most hirtelen nagyot ugrunk, hogy Biblia, de muszáj ezt az ugrást bevállalni. Nem tudom, hogy milyen hallgatóságunk lesz, hívők, vagy nem hívők, keresők, ateisták. Ugye a zsidóknak írt levél úgy kezdődik, hogy sokszor és sokféleképpen szólt hajdan Isten az atyákhoz, most ezekben az utolsó napokban fia által szólt hozzánk. Uh-huh. Ugye? Így van? Aha. Azért megnézem, hogy kihagytam-e onnan egy pár szót, mert még szobb, hogyha teljes. Az idézet. Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyákhoz, a proféták által, ezt kihagytam, ezekben a végső napokban pedig fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé rendelt, aki által a világokat is teremtette. És aki, mivel az ő dicsőségének fénye és lényegének képmása, és mindent fenntart hatalmának igéjével, miután a bűnöktől megtisztulást szerzett, a fölség jobbján ül a magasságban. Tehát ez a kinyilatkoztatás maga, mint egy bibliai definíció. Szerinted mi az, ami ebben a kinyilatkoztatásban, ha visszatekintesz az életedre, számodra, ebben a sokféle kinyilatkoztatásban, amit végigolvashatsz a Bibliában, mi volt az, ami a csúcs, és ami átdöfte a szívedet? Nem, most nem azt kérdezem tőled, hogy mi a kedvenc igéd a Bibliából. Értem. Hanem, hogy mi a... Tehát, mi a kinyilatkoztatás magva? Mit akart Isten mondani? Mert ugye itt azt mondja, hogy szólt, végül a végső napokban fia által szólt hozzánk, na de akkor mit mondott nekünk? Neked mit mondott? Uh-huh. Mit mond? Próbálom visszaidézni a korai eszméléseimet, ami már végül is arról szólt, csak amire most is az utóbbi években újra visszajutottam, vagy amiben megerősödtem, volt egy kis kitérő, egy kis vallásos kitérő, egy pár évtized. De azért az a belső... Hány évtized? Három? Hát nem tudom, tulajdonképpen mondhatom azt, hogy az egész keresztény eddigi életem az egy bizonyos fajta kitérő volt, de végig ott volt benne ez a egy ilyen búvópatakként, vagy vörös fonálként az első megtapasztalás. Az valami olyan fajta gyermeki bizonyosság, mint ahogyan gyerekként konkrétan tényleg átéltem azt, hogy én amikor az apámmal együtt lefekszem akár a telken a kisházban, és korom sötét van, mert odakint nincsen utcai világítás, és akkor így röhögtem magamban a gyönyörűségtől, hogy én biztonságban vagyok, mert itt vagyunk az apámmal, ő a másik hágyban, én meg itt, és most itt fogunk aludni a telken, és ez most marha jó is. Vagy amikor elmentünk a szülőfalujába, és ott a kis parasztházban, ahol annak idején ő fölnőtt, ott a tiszta szobában, ott elszállásoltak bennünket, dunyha alatt, ugye, és reggel hallottuk a teheneket, a kihajtott, és ott is ezt a bizonyosság, ezt a biztonságérzetet, tudod, hogy ott abban a szobában alszom, ahol az apámmal, szóval, tehát valahogy valami ilyesmi, hogy egyszerűen az a belső bizonyosság lett bennem, hogy ez az egész mindenség, ez így jól el van rendezve. És ennek jó cél vége van, és nincs, nem, tehát... Akkor hány éves voltál? Hát ez az érdekes, volt egy gyerekkori hitem is, ami után aztán jött egy ilyen
átmeneti ilyen kamaszos ateizmus, ami nagyon intellektuális volt, de aztán ez viszonylag hamar pontosan ugyanazon a észjáráson fordult vissza abba a bizonyosságba, hogy itt, amiről az előbb beszéltünk, az a evidencia, tehát objektív és evidens, és nem tudom, hogy ugyanolyan objektív és evidensnek tűnt számomra az, hogy a vallás az baromság, kanaszkorban, és akkor ugye ezt tudtam mondani, hogy én materialista vagyok, és nem tudom, és ugyanezzel a lendülettel viszont, amikor egy jobban rácsodálkoztam, és kezdett kinyílni az értelmem, akkor pedig ugyanolyan magától értetődő volt számomra, hogy az egész az nem lehet bumfordi, és tudatlan, és ostoba, és nem tudom, hogy én vagyok benne a kakukktojás, vagy a kis fény a saját magamból, hanem hogy itt én részesedek ebből az egész csodából. És az onnantól kezdve számomra olyan evidencia voltam, ami meg megingathatatlan. És persze akkor jött az, hogy egyre jobban kezdtem megismerni a Bibliát, akkor elkezdtem teológiát tanulni, stb. És találkoztam különböző vallásos mozgalmakkal, irányzatokkal, egyházakkal, emberekkel konkrétan, nagyon sokfélével, és hát mindenki jött azzal, hogy mit csináljak és mit ne. És hát persze, hogy úgy voltam vele, hogy hát én vagyok a fiatal, a kezdő, hát most én hogy jövök ahhoz, hogy én rögtön mindenkit megkérdőjelezek és jobban tudjak. És hát persze próbáltam ennek is, meg annak is, meg amannak is megfelelni, aztán rájöttem, hogy egy csomó dolog ellentmond egymásnak, a saját, az ő rendszerükön belül is, egy-egy rendszeren belül is, nem beszélve arról, hogy az egyik ezt mondja, a másik azt mondja, és egymást kölcsönösen mondjuk simán lesátánozták, és akkor most akkor én meg ebben igazodjak el. Mindegy, hogy szedjen ki, ami nekem tetszik, ugye az már megint egy olyan dolog, hogy akkor minden tortáról levesszük a kandírozott medgyet, és akkor nekem lesz egy saját tortám. Érted? Akkor ez most mi a túró? És gyakorlatilag így telt el nekem ez a 40 évem. Teológusként is kétszer kirúgva, mert nem tudom, vagy egyszer ott hagyva, egyszer kirúgva, utána vissza, akkor lelkészként állandó egzisztenciális bizonytalanságban a családommal, hogy mikor fognak esetleg kipicsázni az egyházból, bocsánat, mert ugyanúgy kerestem, és hogyha valami felismerésre jutottam, akkor azt azért általában kimondtam, vagy ha valamit megkérdőjeleztem, akkor azt is kimondtam. És akkor ezek állandó veszélyben voltam tulajdonképpen, és így éltem végig az életemet, és aztán mindent elveszítettem. Amit ember elveszített, mindent. Hmm. Hát pedig csak egy normális ember életet akartam élni. Normális. Szóval kiderült, hogy na ez az, ami hogy van. Hát most úgy megszületünk, és akkor hát úgy élünk, és akkor hát eszünk, iszunk, ezen kívül ugye csinál az ember olyat is, hogy akkor tudom én, akkor szerelem, meg nem tudom, akkor család, gyerek, mit tudom én, tehát vannak ilyen dolgok. És akkor csak eljutottam odáig, hogy már semmi nincs belőle. És akkor csak az maradt meg, az a bizonyosság, hogy ez az egész dolog jól van kitalálva. Az egész dolog jól van kitalálva, és ennek az egész dolognak jó a vége. Nem maradt meg semmi más, csak ez. Csak ez. Jaj, szent élek. Az elején, amikor ezt a címet elmondtam, akkor hozzáfűztem egy ilyen érzelmi töltésű kifejezést is, hogy szétrobbanthatatlan öröm. Most egy kicsit, nem is tudom, egy furcsa logikával átdobom neked a labdát, hogy szerinted miért lehet az, hogy az elveszíthetetlen alap, az objektív evidencia, az azonnal szétrobbanthatatlan öröm? Miért nem végtelen magsemmisülés? Tehát valaki fölvethetné ezt a kérdést nekünk, hogy oké, ez nagyon kristálytiszta, laboratóriumi, semleges, hogy elveszíthetetlen alap, hogy objektív evidencia, oké, de hogy erre ti azt mondjátok, hogy ez szétrobbanthatatlan öröm, nem pedig azt, hogy végtelen magsemmisülés, ezt hogyan ütnéd el ezt a támadó kardot? Nem tudom, szerintem ez sok esetben megfogalmazás kérdése. Tehát például most, mikor néztem a Hodász Andrásnak a Tóda Vijárpáddal való beszélgetését, akkor ugye nagyon érdekes volt az, pedig a Tóda Vijárpád nagyon tisztelem, meg nagyra becsülöm, meg nagyon intelligens ember, és
és mindig olyan fura hallani tőle ezeket a nagyon otromba ateista érveket. Tehát szóval, ami mondjuk körülbelül ez a, mint hogyha mondjuk a Bivaj Basznádi kocsmában a agyát elívott hatelem is közmunkás, vagy nem tudom, vagy ott több érvelne. Tehát körülbelül ezt a szintet hozza. És akkor ez ember így röhög rajta, hogy nem beszélkedek is egy értelmes emberrel, vagy nem tudom, tehát hogy ez így ennyire meg tudott ebben maradni. És nem tudom, tehát ettől persze nem változik meg a véleményem, csak hogy valószínűleg nagyon sok esetben ilyen habitusbeli dolgok vannak abban, hogy az ember hogy fogalmazza meg, vagy mit mond erről. Lehet, hogy néha egy kis dac is. Ugyanúgy, ahogy mondjuk a vallásos embereknél is megvan az, hogy már lehet, hogy ő a maga részéről, ha valaki egy komolyabb érvet szállítana vele szemben, akkor lehet, hogy simán meggyőződne arról, hogy nincs is Isten. De hát azért most hát ebben nőttünk föl, már hogy nézne már ilyen tényleg. Hát belenevelkedtem, mit konfirmáltam már most, akkor már hogy néznek ki növénységemre, meghűlök, hát ne, hát én ebbe fogok meghalni, tudod, ismered ezt azért, ebbe születem, abba fogok meghalni. Na, hát ugyanis az ateistánál is, mint egy ciki lenne kimondani, hogy mondjuk meginoktak a fene nagy izé, és akkor inkább jobban esik ragaszkodni a megsemmisüléshez. Vagy a nem tudomhoz. Oké, jó. Szóval igazából úgy gondolod, hogy az egyén személyes Isten ismeretén múlik az, hogy az elveszíthetetlen alapot, az objektív evidenciát azt szétrobbanthatatlan örömnek fogja definiálni, vagy végtelen megsemmisülésnek. Tehát itt jön be az, hogy kinek mi a tapasztalata valójában. Mert akkor, ha a Tótavi Árpádot nézzük, mondtál egy ilyet, hogy lehet, hogy még nem találkozott egy értelmes emberrel, aki elmagyarázta volna neki. Hát meg tudod, ez olyan, hogy azért, na... Tehát kell egy tapasztalat. Igen, tehát a személyes... Tehát kell, hogy jöjjön egy Jézusnak egy tanúja, aki úgy üt be neked a fejedbe, mint az ipari áram. Hogy valaki tanúskodik neked, ez lehet egy szeretett gesztus is. Tehát nyilván, hogyha most Tótavi Árpád feküdne a kórházban, és ott egy nővér olyan hatalmas szeretettel ápolná őt, és akkor a végén az Árpád azt kérdezné, de hát miért? És akkor a nővérke mondaná ilyen teljes, naív, tiszta ártatlansággal, hogy hát mert Jézus szereti magát. És akkor lehet, hogy ez a tapasztalás és ez a tanúságtétel ütné be a szívébe azt, hogy akkor az elveszíthetetlen alap az Jézus formájú, nem pedig végtelen megsemmisülés formájú. Igen, tehát most például eszembe jutott, most én nézem az arcodat, ez például egy olyan jó dolog, hogy ki lettünk találva, hogy arc, hogy szem, és akkor tehát, hogy mondjuk belenézek a másiknak az arca, és mondjuk, bocsánat, hogy most rögtön hozzáteszem azt is, amikor a macskámmal nézünk így egymás arcába, tehát az is nagyon hasonló érzést vált ki. Tehát egy másik élő lény, akiben ugyanúgy az Isten, őt is az Isten lelke mozgatja. Tehát az Urának az élek lehelete van, ugyanaz ugye a ruha, ugyan a Ószövetségben olvastad, hogy a ruha, tehát az Isten, na mindegy, tehát ez egy külön, tehát őket is az Isten lelke mozgatja, és tehát, hogy így berenézzük egymás arcába, tehát ott látod, egyrészt látod az életet, látod azt, hogy személy, élő, él, és hogy valamiféle érdeklődés, jó indulat. Tehát nem egy ördögi arc, amelyik azért figyel, hogy most mit tudom, vagy neked fájdalmat akar okozni, vagy bántani akar, vagy meg akar ölni, vagy el akar jobbni a pénztártalat, vagy mit tudom én, hanem egy arc, akiben magadat látod. Uh-huh. Visszatükröződni. Azt ugyanazt a minőséget, aki te vagy. Uh-huh. Ott látod, és akkor nézed az arcát, és akkor azt látod, hogy de az, amikor én felismertem, hogy az élet jó, és nem csak a falevelet, meg a házakat, meg a felhőket csodálom már, hanem látok egy arcot. Uh-huh. És hogy mint hogyha ezt az arcot látnám, csak ez az Jézus arc, uh-huh. aki viszont az örök Isten arca, az élet arca, az élet adónak is az arca, az uh-huh. élet teremtőjének az arca. A szempár, tehát aki az elvehetetlen alap, az elveszíthetetlen alap. Az elveszíthetetlen alap az nem egy beton, egy beton alap, hanem egy ilyen tekintet. Egy
szempár, egy mosoly, egy jó indulatú kisugárzás. Ú, ez nagyon tetszik nekem. Tehát valami ilyesmit tetszene, tehát hogy most már, amikor körülnézek a világegyetemben, vagy akár csak most eljövök egy olyan helyre, ahol még nem jártam, és nézem a házakat, meg az utcákat, meg nem tudom, és akkor ugyanaz, hogy ez az a világ, amiben élünk, ez az otthonunk, és itt vannak hozzánk hasonló lények, akik ugyanúgy élik meg, vagy nagyon hasonlóan élik meg, és ez valami csoda. És hogy ez mégsem egy ilyen, bár néha eszembe jut az, hogy lehet, hogy egy szimuláció, de akkor meg felvetődik a kérdés, hogy de minek a szimulációja? Na, ez érdekel ez a téma, majd egyszer beszéljük, vagy ha ez a teljesüteményed, akkor legközelebb hozzad. Nem, ez szerintem ennél azért sokkal többet nem ér, mert most úgyis az AI az nagyon, nagyon befigyelés, most nagyon sokat foglalkozunk ezzel, szerintem méltatlanul. Kicsit olyan ez most, mint amikor nekimentek a gőzmozdonynak vasvillával, tudod, amikor először megjelent. Géprombolás. Hát igen, tehát hogy most akkor ez a technika, fú, mire lesz képes. Aztán azóta már nincsen gőzmozdony, mert már nagyon-nagyon lejárt az ideje, pedig nagyon. Szóval ugye, és akkor ilyen szörnyű. Elveszi a munkánkat. Igen, most meg úristen, az AI, hát ez most, na itt most aztán tényleg ember. Jó. No. Jaj, Szentlélek. Az elveszíthetetlen alaphoz hoztam egy rakás bibliai idézetet. Wow. De mielőtt ebbe belemászunk, hogy összekössem ezt a dolgot, hogy a kinyilatkoztatás Jézus formájúvá, ember formájúvá vált, és ahogy te most ezt nagyon, nagyon szépen filozófiailag is megfogalmaztad, hogy egy tekintet, egy személy, ugye ez Martin Buber, én és te, arról is majd egyszer beszélgethetnénk. Szóval, hogy ezt a kettőt összekapcsoljam, a Tükör Biblia parafrázis fordítás François de Thoa első korintusi levél 13. fejezet 9. vers. Amit korábban a prófétai betekintésekben megláttunk, most a teljességben befejeződött. Ezzel akarom most egy kicsit átvezetni a beszélgetés fonalát oda, hogy akkor bontsuk ki együtt azt, hogy a Szentírás hogyan artikulálja azt, hogy mi az, ami elveszíthetetlen. Ugye az elmúlt hónapokban barátaimmal és kedves feleségemmel, Bettivel beszélgetve, az Új Szövetség 27 szent iratából 14 olyan fogalmat neveztünk meg, amiről maga az Új Szövetség azt állítja, hogy ez elveszíthetetlen. Jó, nem ezekkel a szavakkal, tankönyvszerűen, mert nem így született a Szentírás, hogy tankönyv, vastagbetű, elveszíthetetlen. Itt is, tehát nyilván nem így működik a Biblia születése, de a szöveg a kontextusában egyértelműen azt mondja, hogy ez elveszíthetetlen. Most szóval 11 ilyen megfogalmazás, a legelső, ami elveszíthetetlen, az Isten szeretete. És hogy egy kicsit most reflektáljak arra, hogy miért akarok erről beszélni? Ugye ez most az én süteményem, hogy miért akartam ezt a témát hozni, hogy elveszíthetetlen alap. Egyszerűen azért, mert ez az evangélium. Tehát nem az az evangélium, hogy mit csináljál, mert a mit csináljál, az az elveszíthetőbe tartozik. És az evangélium az maga arról szól, ami... hogy átjött az elveszíthetetlenből a Jézus Krisztus, az Isten fia, és rámutatott az elveszíthetetlenre. Szóval az első az Isten szeretete. Ugye János 3.16, úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. 1. Korintusi 13.8,
A szeretet soha meg nem szűnik. Ez is mindkét eddig mondott idézet, ott kiabál azt, hogy elveszíthetetlen. Most ezt a szót használja, hogy soha meg nem szűnik, de épp lehetne úgy is fordítani, hogy elveszíthetetlen. Na most, ha a szeretet soha meg nem szűnik, és Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, akkor egyértelmű János levél logikája, ahogy ő folytatja, 1 János 4:8. Aki nem szeret, nem ismeri Istent, mert Isten a szeretet. Tehát elveszíthetetlen Isten szeretete. Ez az első. Abban, ahogy az Új Szövetség megfogalmazza, hogy mi az elveszíthetetlen. És ez azért döbbenetes, hogy a keresztény felekezetek, a keresztény vallás nem helyezi ezt a figyelem fókuszába, hanem például egy beszélgetésből idézzek, nemrég egy keresztény római katolikus barátommal beszélgettem, és kimondott a száján egy ilyen mondatot, hogy Isten hiába szereti azt, aki nem válaszol az ő szeretetére. És akkor így azonnal mondtam neki, hogy figyelted, hogy mit mondtál? Kimondtál egy ilyen mondatot, hogy Isten hiába szereti. De most nyilván azért jönnek létre ilyen konklúziók, egyébként ő is egész életében templomba járó, mind a mai napig, ráadásul még karizmatikus is, lelki gyakorlatok tömkelege, művelt is, könyvek tömkelege a háta mögött már, elolvasva nem csak a polcon. És mégis kimond egy ilyen mondatot, hogy Isten hiába szereti azt, aki nem válaszol az ő szeretetére. És akkor mondtam neki, hogy nem hiába szereti. Hát pont, hogy nem hiába szereti. Szóval az első, ami elveszíthetetlen az Új Szövetség szerint, az Isten szeretete. Hogy szeret téged az Úr. Semmit nem tudsz csinálni, amivel ezt elveszítenéd. Mert ez van és kész. Elveszíthetetlen alap Isten szeretete. A második a magigazultság. Római levél 4:25 átadatott, ugye Jézus Krisztus átadatott halálra a bűneink miatt, és föltámasztatott a magigazultságunk miatt. Tehát a bűneink okozták Jézus halálát, Jézus halála okozta a magigazultságunkat, a magigazultságunk okozta Jézus föltámadását. A magigazultság elveszíthetetlen az Új Szövetség szerint. 5. fejezet 18. vers. Amint tehát büntetés szállt minden emberre egynek a bűnbeesése miatt, úgy az életet adó megigazulásban is minden ember részesül egynek az igaz volta miatt. És még egy idézet ide, az első Korintusi levél első fejezet 30. vers, ahol egészen szó szerint azt írja Pál apostol, hogy általa vagytok ti Krisztus Jézusban, aki Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett. Tehát maga Jézus a mi magigazulásunk, úgy, hogy ő benne mi magigazultak vagyunk. A Római Katolikus Egyház vallási szervezet teológiája szerint a magigazulás elveszíthető. De az Új Szövetség szerint ugyanabban a kontextusban szerepel a magigazultság, mint maga Jézus Krisztus, tehát elveszíthetetlen. A harmadik, ami elveszíthetetlen, a Krisztusban lét. Kolosszei levél 1:15-17. Ő a láthatatlan Isten képmása, és minden teremtmény elsőszülöttje, mert benne teremtetett minden, az égben és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, a trónusok és uralmak, a fejedelemségek és hatalmasságok.
minden ő általa és ő érte teremtetett. Ő előbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Tehát a harmadik a Krisztusban lét, ami elveszíthetetlen, benne vagyunk. Ugye Pál mondja az Areopágoszon az aténi filozófusoknak, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. A negyedik, ami elveszíthetetlen, Galata levél 4-6 szerint, mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldte fiának lelkét szívünkbe, aki azt kiáltja, abba atya. Tehát a fiúság. Hogy Istenből származunk, Isten fiai vagyunk. Az ötödik, ami elveszíthetetlen, a Szentlélek pecsétje bennünk. Efezusi levél 1.13-14. Benne ti is hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, hittetek is neki, és megkaptátok a megígért Szentlélek pecsétjét. Itt nincs okozatiság. Nem azért kaptátok a Szentlélek pecsétjét, mert hittetek neki, hanem azt egyszerűen megkaptátok, aki foglalója örökségünknek, amíg Isten teljesen meg nem váltja tulajdonát dicsőségének magasztalására. A hatodik, ami elveszíthetetlen, hogy örökösök vagyunk, szintén Galata 4. fejezet. Azt mondja, amíg az örökös kiskorú semmiben sem különbözik a szolgától, bár mindennek ura. És átugrok a 7. versre, tehát többé nem vagy már szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor örökös is az Isten által. 7. Jézus örök váltságot szerzett. Először azt hittem, képzeld el, hogy ez valami károli fordítás, valami protestáns ömlengés, hogy Jézus örök váltságot szerzett, és képzeld el, hogy a római katolikus fordítás szerint tehát zsidóknak írt levél, 9. fejezet, 12. vers, ezt mondja, nem is a bakok vagy borjak vére által, hanem a saját vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. Nyilván az örök váltság az a bűnbocsánat. Tehát Jézus Krisztus örök bűnbocsánatot szerzett mindenkinek. 8. Ez egy nagyon-nagyon szép. Krisztus hisz benned. Ugye Filippi levél 3.9-ben van az, hogy... Ez annyira gyönyörű, nagyon szeretem. Én ő benne legyek, nem a saját megigazulásom alapján, amely a törvényből származik, hanem azáltal a megigazulás által, amely Krisztus hitéből való, vagyis amely Istentől van a hit révén. Tehát egy hit van, Krisztus hite, Krisztus benned lakozva hisz az atyában, és Krisztus benned lakozva hisz a te Isten fiúságodban. 9. ami szintén elveszíthetetlen, hogy szabad utunk nyílt a szentélybe az atyához. Efezusi levél 2.18, ugye az evangéliumokban le van írva, hogy ketté szakadt a függöny, a kárpit a jeruzsálemi templom szentélyében, Jézus halála pillanatában. Tehát Efezusi levél 2.18. Krisztus által van mindkettőnknek, ugye zsidóknak, pogányoknak, szabad utunk egy lélekben az atyához. Tehát van, megvan a szabad utunk a szentélybe az atyához. Az utolsó kettő, ami elveszíthetetlen, készen van, visszavonhatatlan, az Jézus feltámadása, a 10. Apostolok cselekedetei, 1. fejezet, 3. vers. Kínszenvedése után élve megmutatta magát nekik, számos csalhatatlan jellel bizonyította be számukra, hogy él. És 40 napon át megjelenve Isten országáról beszélt nekik. Tehát Jézus feltámadása elveszíthetetlen. És 11. az utolsó, az Isten jelenléte. Tehát Máté 18.20 azt mondja Jézus, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. János evangélium 14.17.
Ezt a Szentlélekről mondja Jézus az utolsó vacsorán, ti megismeritek őt, mert nálatok marad, és bennetek lesz. És az utolsó, a 16.32, az utolsó vacsora végén azt mondja Jézus a tanítványoknak, íme az eljön az óra, sőt már itt is van, amikor elszélettek mindenki az otthonába. Tehát ugye elmondja, hogy mi az elveszíthető. Elveszíthető az, hogy ti tanítványaim most itt vagytok velem, kardokkal próbáltak engem magvédeni, stb. Elszélettek mindenki az otthonába, engem pedig magamra hagytok. De én nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van. Tehát Isten jelenléte elveszíthetetlen. Most egy kicsit keretbe helyezve ezt a dolgot, egy kis jelenlegi társadalmi, kulturális, politikai kitekintés, nem akarok nagyon belemenni, ugye a külügyminisztérium informatikai rendszerét orosz hackerek föltörték. És amikor olvastam erről cikkeket, meg néztem videókat, akkor azt hiszem a Frész Ferenc nevű legokosabb magyar ilyen kiberbiztonsági szakember a következőt mondta. Emberek által tervezett informatikai rendszer nem lehet véglegesen feltörhetetlen. Szóval annyira megtetszett nekem, hogy ezt leírtam magamnak. Tehát hogy felsorolhatjuk a végtelenségig azt, hogy mi minden elveszíthető, föltörhető, ellopható, megsemmisíthető, elmulasztható, elveszíthető, de ez a 14, ami elveszíthetetlen. És ez az evangélium. Nem az az evangélium, hogy te mit csináljál, és az egyébként az elveszíthetőbe tartozik. Na most jól maga evangelizáltalak. Ez nagyon-nagyon durva, Peti. Hogyha ezt valaki nem érti, komolyan mondom, akkor hia, semmi nincs hiába. Nem, de ez nagyon tényleg, figyelj, most be kéne egy új igeidőt vezetni a magyar nyelvbe, ez a valamilyen, mint a presens perfectum, hogy ha Jézus feltámad, akkor ő fel van támadva. Érted? Tehát, hogy ezt úgy értsük meg, hogy miről van szó. Tehát, hogy ez nem annyit csak, hogy most akkor ott feltámadsz, akkor ott üres volt a sír, az akkor asszonyogott egy kicsit búbiskoltak meg, mit tudom én, ott Péterék is ott féltek egy darabig, és akkor aztán utána hát ennyi volt a sztori. Nem, hanem feltámadt, tehát tényleg kijött a sírból, és nem halt meg még egyszer, de hogy, szóval érted, tehát itt van, élek. Most majdnem kiszaladt a számon az, amit ilyenkor szoktak mondani a mai köznyelben, hogy mennyire, rettenetesen nagyon, igen, ez most azért valamennyire azért szalonképes műsor, tehát itt most egy kicsit moderálom magamat. Szóval nagyon-nagyon fel van támadva. Mindenki gondolja hozzá, hogy mennyire. Tehát szóval ez elképesztő. Gondoljatok bele, ez nem tudom, ez... És nem tudod, hogy milyen... Eszembe jutott egy ilyen kis hasonló. De Jézus, mikor mondja, hogy jön a vőlegény, meg a jelenések, hogy van az, hogy jön a mennyasszonyért. És akkor elképzelem, hogy Jézus jön, a szerelmes, és akkor egy ilyen karikatúrát ezt meg kéne alkotni, hogyha valaki van jó rajzos, hogy Jézus... áll egy ház előtt, egy nő kinyitja az ajtót, látszik, hogy fiatal, tehát ilyen mennyasszonynak való asszony, hogy csaj, és akkor mondja neki, hogy szia szerelme, jöttem érted, már nagyon vágyakoztam utána, most meg akarlak szöktetni téged. És akkor mondja ez a hölgy, ugye az egyház, hogy tudod mit, legyünk jó barátok. Szóval ugye ez jutott eszembe, hogy ez a mostani állapot egy kicsit ilyen. És akkor esetleg még lehet kiállítani egészíteni a rajtot azzal, hogy bent a szobában egy ilyen szőrös mellű, egy sörös üveggel, aki fel van csúszva így a póló hasán, ilyen borostás, hogy egy sörös üveggel nézi a meccset, és akkor mondja, jössz már! Hát körülbelül még így, ez hozzá. Aha. És ő mondjuk képviselni az e-világot, ugye, a mindenkori hatalmat, nem tudom, császárt, királyokat, mindenkori e-világot. Jó, én már túlmagyaráztam. De hogy
Hogy szóval én azt hiszem azért, hogy nem a jelenések könyve téved. Tehát, hogy az az igazi mennyasszony, az szerintem nagyon is várja már, hogy jöjjön érte a vőlegény és megszöktesse. És az itt van ez a mennyasszony. Te vagy meg, te, aki hallgatod, meg nézed, és az mind-mind neki vagyunk a testének a tagjai, az élő tagjai, az élő kövek ennek az egyháznak. Hú, szerintem a mai napra a végére értünk. Már csak azért is már, hogy hallgatlak, hogy olyan hangulatom támadt. Egy utolsó vers felolvasás. Ha már az elején mondtad, hogy az öreg nénis verset felolvasom-e, hát akkor felolvasom. Kedves feleségemnek, Bettinek is ez az egyik kedvenc verse a verseim közül. Betanuló idős néni a túlvilági ügyfélszolgálatnál. Kérem, válasszon az alább felsorolt menüpontok közül. Egyes gomb, büntetés. Kettes gomb, kegyelem. Amennyiben az egyes gombot választotta, tájékoztatom önt, hogy a büntetés része egy önként választott magányzárka. Örökre elválasztva mindenkitől, kommunikáció, szeretetáramlás és a legkisebb emberi érintés nélkül. Nem lesz a társaságában az ördög se, a cellájában sötét és hideg lesz, és a végtelenségig ismételgetheti az: én elmentem a vásárba fél pénzzel, sort a régi gyerekdalból. Anélkül, hogy eszébe jutna a folytatás, örökké azon tűnődve, hogy ennek az egésznek így semmi értelme sincs. Amennyiben a kettes gombot választotta, tájékoztatom önt, hogy a kegyelemben maga helyett elmentek a vásárba, mindent megvettek már, majd pedig elkészítette az ötcsillagos ételt a mesterszakács, minden számla rendezve van, itt gőzölög a konyhában a legfinomabb harcsapörkölt túrós csuszával. Nem is sorolom tovább a finomságokat, mert nem érnék a végére. A vacsora vendég pedig a világtörténelem legelbűvölőbb személyisége, Jézus Krisztus lesz. Csak annyit még, ha esetleg mégis az egyes gombot választaná, akkor szeretném jelezni, hogy valami sajtóhiba vagy mennyei ravasság okán, ki tudja, elfogyott az elem az egyes gombból, ezért hiába nyomogatja. Azonban a vacsorára már minden készen van. Pisti, köszönöm a mai beszélgetést, ez volt a véleményes kinyilatkoztatás második alkalma, mert az első alkalom az autóban volt, ott Balassagyarmat és Széchenyi között. Köszönjük Nógrádi Ádám barátunknak, hogy elvégezte a technikai munkát, Isten áldjon érte, és köszönjük mindenkinek, aki magnézi, magasztja, iratkozzatok fel a csatornáinkra, és terjesszétek azt, amit úgy érzitek, hogy terjesztenetek kell, de ha nem terjesztitek, az se baj, mert jók vagytok, minden el van rendezve. Sziasztok! Sziasztok!